Jó hír volt a felvételizők számára, hogy idén is lehetett jelentkezni minden olyan szakra, melyek tavaly is megjelentek a Gál Ferenc főiskola palettáján. 2017. februárjában a Gál Ferenc főiskola vette át a Szent István Egyetem gyulai egészségügyi karát, ezzel tovább folytatva a gyulai felsőoktatás 25 éves hagyományait. A 2018-19-es tanév már hétfőn elkezdődött, az egyetemi évektől ugyanakkor sokat várnak a diákok. Mindig elérzékenyülök, hogyha látok egy olyan embert, akinek szüksége van a segítségre. Először el szerettem volna menni mérnöki karra, aztán rájöttem, hogy ez nem az én világom, és igazából csak a pénz miatt csináltam volna, hogy tudjak segíteni embereken. Aztán rájöttem, hogy a pénz az nem sokat ér, hogyha nem olyat csinálunk, amit szeretnénk, ezért inkább erre áldozom az életem. A Gál Ferenc főiskola rektora, Kozma Gábor bízik benne, hogy az idei tanév is sikeres lesz, építve az új fenntartó első gyulai évében megalapozott terveire. Posztgraduális szinten is több csoportot is indítunk. 21-en talán egészségügyi mentálhigiénés szakon, ami egy nagyon fontos és kiemelt képzési forma, már diplomával rendelkezőknek és iskolai szociális munkás szakirányú továbbképzés is posztgraduális szak is indul. Valamint Gyula ad otthont, hitéleti szakon a pasztorális tanácsadó Caritas szakunknak. Sokféle összetevője van tehát ennek a képzési kínálatnak. Gyulán évtizedek óta nagy igény mutatkozott az egészségügyi felsőoktatás képzésekre. Ennek egyik oka az volt, hogy a városban működött az ország egyik legnagyobb kórháza. Az utánpótlásra pedig manapság is igen nagy szükség van. Már a második tanév kezdődik el az új fenntartó égisze alatt. A Gál Ferenc főiskola egy olyan fenntartó, amely elkötelezett a gyulai felsőoktatás fejlesztése és a jövőjének a biztosítása mellett. Ez rendkívül megnyugtató számunkra, hiszen itt olyan képzések zajlanak, amik igazán fontosak, nem túlzás azt mondani, stratégiai jelentőségűek, hiszen mind az egészségügyi képzés, mind a turisztikai, mind a szociális képzés olyan szakember utánpótlást biztosít, amelyre ennek a térségnek igen nagy szüksége van. Az iskola és az önkormányzat közös együttműködéseinek köszönhetően a hallgatók egyre több gyakorlati képzéshely közül választhatnak a városban.